Jövő össze már minden általános és középiskolás diák ingyen jut hozzá a tankönyvekhez, ahogy az első szakképesítésüket megszerzőket is megilleti majd ez a juttatás. Az állam ezzel nagyjából 1 millió 150 ezer tanuló családjának kasszáját tehermentesíti, amely egyenként 10-15 ezer forintos könnyítés jelent. A tankönyve kínálata annyiban változott, hogy több lett az állami kevesebb a magánkiadású kötet. A Parlament Kulturális Bizottságában is dolgozó Vinnai Győző 35 perc színű műsorunkban ennek kapcsán azt mondta, hogy a tartalomra kell helyezni a hangsúlyt. Egyre inkább abba az irányba kell elmennünk, hogy minőségi tankönyvek legyenek, olyan tartalmú tankönyvek, amelyek a tudást segítik elő. Nem a tárgyi tudást, a tudást, a tudás alkalmazást segítik, és a kompetencia, a készségfejlesztés segítik elő. Én azt gondolom, hogy egyre inkább jobbak a tankönyvek, és nagyon sok olyan szerző tankönyvét bevette az állami kiadó, amelyet maguk a tanítók és a tanárok ajánlanak az elmúlt évek gyakorlata alapján. A politikus az új nemzeti alaptanterv közelgő bevezetéséről is beszélt a műsorban. A tervezet szerint kompetencia alapú oktatás valósítanának meg, személyre szabottan, rugalmasan. Csökken az alapúra szám, a szabadon választható tantárgyak köre viszont bővülne. A képviselő arra is kitért, hogy összekerülhet a parlament elé a szakképzés átalakításának a kérdése, amelyel vonzó, keresletvezérelt oktatás megteremtése lenne a cél nem a kínálat, nem az iskolák mondják meg, hogy milyen iskolát. szakmák legyenek, hanem a gazdaság, hiszen ma már munkaerőhiányjal küzdünk. Aztán legyen benne egy karrier lehetőség, aki szakmát tanul, kapjon érte megfelelő bért, hiszen ma már keressük a jó szakembereket, ugye? Már majdnem minden hiány szakma, a burkoló, a köműves, a festő, az ács, már majdnem mind a hiány szakmák érzékén van. És a harmadik pedig, hogy napra kész tudású oktatók legyenek, gyakorlati oktatók legyenek. Például mérnököket vonjunk be a gazdaságból óraadóknak, és ezáltal a legújabb, a szakmáknak a legújabb gyakorlati ismereteit hozzák be. A képviselő szerint ehhez nagyon jó tanműhelyek is szükségesek, ahogy az ösztöndi rendszer átalakítása is elengedhetetlen, ennek részeként szociális alapon és a szakmak képzési formájától, idejétől függően is kapnának juttatásokat az érintett tanulók.